Üdvözlöm a kedves nézőket, jó estét kívánok, Brajer Péter vagyok. Itt a 7 órás vendég. 1967-ben a szovjetek hoztak egy nagyon rossz döntést, a Varsói Szerződés tagállamai, kivéve Romániát, felfüggesztették diplomáciai kapcsolatukat az újkori zsidó állammal. Ám ezelőtt 30 évvel jött egy új vezetés, és újra felvették a diplomáciai kapcsolatokat. Ennek a 30 esztendőnek az ünneplésére kerül sor. Ez idén magyar évadot rendeznek Izrael szerte, és sorra veszük azokat, akik sokat tettek azért, hogy ez a két ország nem csak emberileg, hanem diplomáciailag is minden területen jóba legyen. Stúdiónk vendége dr. Hovári János nagykövet. Üdvözlöm, nagykövet úr! Üdvözlet a nézőknek! Hogy kezdődött? Behívta a külügyminiszter, és azt mondta, hogy elküldik önt első beosztottnak Tel Avivba? Hát ez valóban így történt, de 1996-ban történt. Én úgy volt, hogy Kairóban megyek beosztott diplomatának, és a személyi főnök magához hívott, hogy Közel-Keletre indul a kollega úr, de nem Kairóba, hanem Tel Avivba, és nagykövet helyettes lesz. És akkor kérdeztem, hogy visszajöttek holnap? Azt mondja, nem, ezt most el kell dönteni. Úgyhogy ez egy perc alatt eldőlt, hogy igen. És akkor én a Novák Tatához, a Honvéd Együttes nagy sztárjához és vezetőjéhez voltam hivatalos aznap este, és mondtam neki, hogy Tata, figyelj ide, én Tel Avivba fogok menni diplomatának. Mit szólsz ehhez? Hú, mondta, az nagyon jó. Itt van Rónai András most, menjünk hozzá, és Rónai majd mindent el fog intézni, Rónai majd segít neked. Úgyhogy aznap nem, hanem másnap mentünk Rónaihoz, az Erzsébet körülti lakására, bekopogtunk, Tata engem bemutatott, és mondta, ó, Jánoskám, te miben dolgozol? Ez volt az első kérdés. Hát én mondtam neki, hogy hát én az oszmánokkal, de ezért értek a 16. század, nem azt kérdeztem, mit iszol, viszkit vagy pálinkát? És akkor mondtam neki, hogy pálinkát, és akkor András, drága jó András elkezdte építeni az én izraeli életemet, és a jó Isten azt is megadta, hogy Andrásnak mielőtt meghalt, én akkor éppen Tel Avivban voltam, és az utolsó emberek egyike voltam, aki megbeszélt vele. Ritka dolog, hogy elárulom azt is, hogy mint kezdő diplomatát ismertem a riportalanyomat. Nagyon különleges egy munka volt ez. Nem egy sima diplomáciai küldetés, hisz mi a privát életbe tegeződünk, de ott sikerült neked valami olyan kapcsolatokat felvenni a helyi magyar ajkúakkal, ami még idáig talán senkinek nem. Minek volt ez köszönhető? Rónai és baráti társasága, a parlamenti találkozók, természetesen idézőjelbetéve a kávéházi beszélgetések. Hát az én feladatom volt nagykövet helyettesként az izraeli-magyar világgal való kapcsolattartás, amelyre én hamarosan rájöttem, hogy ez azért leképezi a Kárpát-medence összviszonylati rendszerét. Tehát, hogyha valaki Sopronban azt mondja, hogy ő nyíregyházi, akkor nem biztos, hogy azonnal, hogy is mondjam, megsimogatják a haját, hanem gondolkoznak rajta, hogy onnét keletről jött, ez, ki ez az ember, milyen ez az ember. Na most hát ez ugyanaz megvan a magyar zsidóság különböző csoportjai között. A legnagyobb csoport az erdélyek, a kb. 100 000-en vannak, akik elkülönülnek a romániai zsidóktól. A romániai zsidók nagyon nagy létszámban vannak Izraelben, sokkal többen vannak, mint a lengyelek, tehát 500 000-nál sokkal többen vannak, nagyon hasznos emberek, ők az autószerelőtől kezdve minden dolgok, de a magyarok, ők tőle elkülönülnek, egy erdélyi magyar zsidó, az magyar zsidó, ők nem szeretik nagyon a budapestieket, úgyhogy minden budapestieket. Mert ők mindig azt mondták, hogy ők az igazi magyarok, nem mi. Azt mondták, de leginkább az volt, hogy a budapestiek meg volt magyar állampolgárságuk, tehát ők egy ilyen, habár a budapesti vagy csonka magyarországi zsidóság egyébként Izraelbe szerintem olyan 30 000 nagyjából, mert a többség határon túli magyar zsidó. Tehát az erdélyek külön csoport volt, abban is külön csoport volt a
Marosvásárhelyiek, külön csoportok, a nagyváradiak, Frid András, aki sajnos egy borzalmas terrorista támadásban meghalt. Húsvéti Pészak alkalmában. Nagyon jó barátom volt, körülötte volt, elsősorban egy ilyen partiumi, kolozsvárig benyulló hatalmas nagy társaság. A felvidékek voltak a csehszlovákok, azon már mindig mosolyogtam, amikor mentem valahova, és akkor ott természetesen a magyar, a kommunikáció nyelv az magyar volt, és akkor mondtam, hogy mi vagyunk a csehszlovákok. A csehszlovákok, hát azok a kárpátaljaiak, és az izraelek is tudták, hogy a csehszlovákok azok magyarul beszélnek. Hát sokan tudtak közülük szlovákul, egyszer a szlovák nagykövet panaszkodott nekem, hogy nincsenek neki szlovák zsidói. Hát mondom, figyelj ide, van elegendő borod, meg hát mondtam, van minden, akkor figyelj ide, én akkor adok neked 40 nevet, és akkor meghívjuk őket, és akkor lesznek szlovák zsidók, úgyhogy szóltam a barátaimnak, hogy fiúk, lesz egy jó parti a szlovák nagykövetnél, és akkor összehoztunk egy nagyon jó találkozót. Az erdélyekkel pedig az volt a helyzet, hogy a román nagykövetesse, a Marianna Stojka, az erdélyi volt, a magyar volt a az egyik anyanyelve, tökösebb beszélt, és ez alapvető dolog volt, hogy erdélyi magyar zsidók, ha bár tudtak románul, magyarul beszélnek, és hogy Mariana az állandóan jött, és tagja volt ennek a társaságnak, elintézett nagyon sok papírt egyébként, és akkor, amikor én már nem voltam nagykövet, nagyon köszönöm Mariannának, mert az utódom úgy gondolta, hogy én túlságosan a magyar zsidókra építek, nem nagyon hívta őket, akkor Mariana pedig a erdélyeket összetartotta, amíg ő volt, ez meg is volt, és utána jött egy új román nagykövet, azt se értette, hogy mi ez a dolog, úgyhogy ez az egészet aztán Jungberg Béla tartotta össze, aki akkor a palesztin területekre kinevezett nagykövetünk volt, és hát akkor akik ismerik Izraelt, azt tudják, hogy milyen kicsit nonsens, Jungberg Béla. Ezt egy tudósításban azt mondtam, hogy busójárás a palesztin nemzeti hatóság. A Jeruzsálem arab negyedében lévő rezidenciára Beit Haninán érkezik meg egy csomó ember, aki életében akkor járt Jeruzsálemnek az arab város részébe, és nagyon jókat buliztak. Nagyon szerettem a délvidéki zsidókat, nagyon sok barátom van onnél, Dan Reisinger, egy fantasztikus művész, ő magyar kanizsai, aztán emlékszem Boros Julikára, Jael Banai, a külügyből, aki szabadkai, ők egyébként egy ilyen összetartó voltak, és ilyen nagyon mulatósak, tehát szerettek sok pálinkát inni, úgyhogy mindig vigyázni kellett az embernek, hogy mennyi pohárral hajt föl. Nagyon érdekesek voltak, és köztük találkoztam zágrábi zsidókkal, akik az idősebbek mind jól tudtak magyarul. Úgyhogy ez egy sajátos világ volt, de nyilvánvalóan, hogy jobban voltam az osztrák zsidókkal, emlékszem egy derék asszonyra, aki teljesen úgy beszélt németül, mint Romy Schneider. Úgyhogy mindig jött hozzám, hogy mondtam neki, hogy bitte sprechen Sie Deutsch, Sie müssen, es ist großartig, wie Sie sprechen. Mert tehát Romy Schneidert hallva, nem volt olyan szép, mint Romy Schneider, de fantasztikus hangja volt. Egy érdekes világ volt, de jobban voltam a keleti zsidókkal. De maga az osztrák nagykövet is nagyon érdekes volt, a nagyon olcsó slapp karórája, színes piros karórája volt neki. Hát ilyenek, de én nagyon jobban voltam a keleti zsidókkal, minden keleti nyelvet, amit tanultam, azt tudtam használni. De tulajdonképpen nem csak baráti kapcsolatokat építettél, hanem közben dübörgött a gazdaság. Végül is első beosztodó nagykövet helyettesből nagykövetté váltál. Igen, 2000-ben nagykövetként értem vissza. Itt nagyon nagy szerepe volt Juli Offernak a magyar-izraeli gazdasági kapcsolatokban. Ő megértette, hogy Magyarországban fantázia van, és tehát az a befektetés, azt hiszem, hogy a legkomolyabb befektetési év az 2001 volt, és ez a magyar gazdaságnak kellett, és az, hogy egy-két izraeli üzletember, különösen Juli Hoffer, akinek nagy tekintélye volt a világban is, mindezeket megtette, ez elindított bizonyos döntéshozatalokat. Lassítsunk le egy pillanatra. Emlékszem, a pillanatra éppen Magyarországon voltam egy riport körúton, te a külügyminisztérium államtitkára vagy, árvízva Magyarországon, fölveszed a telefont,
telefonálsz Jeruzsálembe, és repülőn elindítják a homokzsákokat. Hogy is volt ez? Hát akkor nem államtitkár, főosztályvezetője voltam. Én voltam a külügynek a megbízottja az 1998-as novemberi tiszai árvíznál, ahonnét mindenhonnét segítséget kértünk, Izraelből nagyon szépen köszönjük, de Svájcból, Németországból. Tehát a legnagyobb probléma volt, hogy nem volt elegendő homokzsák, és akkor még jó, nagy számban voltak katonáink, a Székesfehérvári hadosztály Gyurica tábornok irányításában jött át segíteni az árvízvédelmi munkába. Én a nyíregyházi törzshöz tartoztam, fantasztikus munkát végeztek, és a határ túloldalára vittünk át mindent, amit lehetett. Katonák nem mehettek át, én voltam az, aki jött-ment a határ mindkét oldalán. Vittük a zsákokat, vittük az élelmiszert, nagyon sok mindent, egy nagyon komoly együttműködés volt ez, és a vizet mi a magyar oldalon megállítottuk. Mit jelentett neked visszatérni az ígéret földjére most már akkor, mint nagykövet? Hatalmas ismertséggel úgy a külügybe ünnepelt voltál, mint egyetemi tanár, mint turkológus, hisz az arabokkal is megpróbáltál kapcsolatokat teremteni. Ez nem egy hétköznapi küldetés. Hát valóban nem az volt. Én 2000-ben, amikor augusztus 1-én leszállt a repülőgép, és vártak a izraeli külügyesek, és Ródai András természetesen, aki már ott a repülőtéri váróba belémöntött egy viszkét, mert mondta, hogy ezt azzal kell kezdeni, és harmadikán már átadtam a megbízó levelet Moshe Katzavnak, aki azon a napon lépett hivatalba, mint amikor én megérkeztem, aki életében először került ilyen helyzetbe, hogy megbízó leveleket vesz át. Előttem a guatemalai meg a chilei nagykövetek adták át a megbízó levelet. Én voltam az utolsó, úgyhogy ott mindenki megnyugodott, hogy jó megy az egész, elnök úr érvezi. Úgyhogy tulajdonképpen velem már egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen baráti beszélgetés alakult át az egész történet, és hát az volt a nagy meglepő, amikor elnök úr engem levizsgáztatott, és hát mondta, hogy keleti nyelveket tanult, mondta perzsát, mondta, persze, hogy tanultam perzsát, és akkor mondta, hogy a nagykövető, akkor egy mondatot. Hát most mit mondjak? Hát eszembe jutott, hogy tadzsikokkal szoktunk részegeskedni, és azokkal mindig üdvözöltük egymást. A tadzsik az ugyanaz, mint a perzsa. És most nézzük ezt pezsgős, fölemet a pezsgős formát, és azt mondtam, hogy Beráedoszte Márajsze Izraela. Ez azt jelenti, hogy emelem a poharamat az én barátomra, Izrael elnöke tiszteletére. Hát elnök úr mosolygott. Mondta, ez nagyon jó, nagyon jó. És utána a következő kérdés az volt, hogy igaz-e, hogy a magyarok és az irániak rokonok? Ugyanis Katzav elnök úr Iránba született, az anyja történelemtanárnő volt, nagyon szépen beszélt perzsául, úgyhogy na most a két ország ellenséges viszonyban áll. De ez a derék elnök, aki sajnos börtönbe került valamilyen nőügy miatt, nagyon sajnálom, én nem hiszem... Attól ő még egy nagyon jó elnök de nagyon jó elnök. A szobra ott van az elnöki parkban. Az nagyon jó. És tehát ő a perzsa kultúrának a tiszteletében él. De ennél még jobb, még korábban, amikor még első beosztott voltam, a nagykövetségen ültem, és ügyeletes voltam, és egyszer csak nyomják, egy vasárnapi nap volt, nyomták a csengőt, és ott volt három fiatal izraeli, láttam, hogy azért úgy keletiek, tehát valahogy nem Németországból jöttek, hanem azért, tehát aztán mondták, hogy ők irániak, és mondtam, hogy a zászlót adjam oda. Mondom, mit? Zászlót. Szóval meccs van, világbajnokság volt Franciaországban, és az iráni csapat az Egyesült Államok ellen focizott. És mondta, hogy mi nézzük kivetítőn, mint a Tel Avivban valahol, de nincsen zászlunk. A magyar zászló az olyan, mint az irány. Mondom, igen, van hasonlóság, de egy-két dolog úgy hiányzik belőle, a közepébe. Mondta, hogy ez nem érdekel, adjam oda, mert ők az iráni csapatnak drukkolnak. Tehát annyira benne van, tehát van a politika, meg a mindenféle viszonyok, de vannak érzések, hogy ezek a derék izraelbeli iráni zsidók, egyébként 50-60 ezeren vannak, ezek az iráni csapatnak drukkolnak. Hát az izraeli magyarok
az nem kérdés, hogy mindenütt a magyar csapatnak rukkolnak, legfeljebb, hogyha Izrael ellen van foci, akkor meggondolják magukat, hogy nem kéne inkább Izraelnek drukkolni. Tehát Izrael egy nagyon érdekes ország, nagyon, nekem nagyon sok érdekes. Voltak politikusok, akik örültek annak, hogy elmész, hogy nem jelent ez konkurenciát nekik majd a választásokon, hisz annyira népszerű voltál. Ha a visszaemlékezésedet meg kéne írni, kik azok a tiszteletbeli konzulok, akik nélkül nem írnád meg ezt a visszaemlékezést? Már Izraelbe éli tisztele. Hát Jossi Weissre emlékezem. Jossi Weiss egy nagyon kedves barátunk a maga nyugodtságával, ezzel a sajátos kolozsvári hátterével, feleségével, aki ausztráliai magyar zsidó családból származik, aki tulajdonképpen kósersági ügyekben, ő volt az én nagyon kiváló szakértőm, ugyanis ő ortodox, ő kóser. Emlékszem Dob Rabatira Eilátból, aki a kikötőnek volt az igazgatója. És korábban szakszervezeti és ő neki a gyökerei Budapest, Sopronhoz kötődtek. Nagyon sokat dolgozott, meg hát sajnos sok illegális magyar vendégmunkás volt az eiláti kaszinóhajókon. Azokat a rendőrség időnként beszokta csukni. Úgyhogy emlékszem rá, amikor 40 fiatalt szabadítottunk ki az eiláti börtönből. Úgyhogy hálásak voltak ez a fiatalok, de többségük egyébként pár hét múlva már megint ott volt, és megint szabadítani kellett őket. De hát Sharon Judit volt az, aki hát pótolhatatlan, akinek vendéglője volt Tel Avivba a Városháza melletti egy ilyen központi épületbe. Juditnak az édesapja az egy budapesti filmes családból származik. A Trebicsek. Az igazi Trebics. Hogy ők az igazi Trebicsek vagy nem, azt azért pontosan nem tudjuk. Az apukája a 45 elején Nyugat-Magyarországon Radnótival együtt halt meg, és Judit az anyukájával 1957-ben került Izraelbe, és Judit vendéglős lett, ami nagyon jól ment neki. Ezt megelőzően a Honvédelmi Minisztériumban egész komoly feladatai voltak. Hát Izraelben mindenki a hadseregbe kezdi, úgyhogy ott is voltak. De ott a hadtápnál dolgozott egyébként. Úgyhogy a hadtáp az egy jó fölkészülés a vendéglőségre. És ez egy sajátos magyar világ volt a magyar süteményekkel, mert a mi süteményeink, azok sajátosak, azok a más, a francia sütemény, a belga, a magyar, és mivel hát azért Tel Avivnak a lakosságának egy jelentős része magyar gyökerű, ezért hát jöttek a bevándorló generáció, akik hát akartak dobostortát enni, vagy Eszterházit, vagy rendes krémest, és érdekes, hogy az édességeket a gyerekek meg az unokák azt megtanulják. Hát a génnek kell hát azok. Már a nyelvet elfelejtik, egyenként magyarul már nem beszélnek, de ez a kulturális kötődés az megvan, és még ilyenkor a neveket is tudják. A nevethez fűződik Binyamin Netanyahu és Orbán Viktor barátsága, aztán egy alkalommal, amikor Orbán Viktor éppen az ellenzék első embere volt, akkor egy közös többnapos úton is részt vettünk ott Izraelbe. Hogy tudsz erre emlékezni? Hát én Netanyahut jól ismertem még akkor, amikor nagykövet voltam, ami akkor ellenzékben volt. Állandó látogatója voltam, mindig ilyen szivarfüstös van, és akkor úgy egy érdekes, széles látókörű ember, és én már nem voltam nagykövet, tehát 2004 nyarán befejeztem nagyot mandátumot, és a Orbán Viktor 2005-ben látogatott életében először Izraelbe, akkor mint az ellenzéknek a első embere, és hát ennek a látogatásnak a megszervezésében jelentős szerepen volt a kapcsolataim meg a helyismeretem okán, és teljesen véletlenül én egy szabadságomat töltöttem akkor Izraelbe, én is ott voltam,
úgyhogy segíthettem. Itt két érdekes, nagyon két érdekes találkozó volt. Az egyik az, amikor elnök urat a Knessetbe fogadták, és a Knessetbe felszólalt. Most, hogy egy ellenzéki politikus a Knessetbe felszólaljon, hát az azért eléggé ritka, és nem tudom már, hogy ki volt akkor a Knesset elnöke, de a Knesset elnöke az úgy konferálta föl a mi elnökurunkat, Orbán Viktort, hogy két ország van a világban, ahol az ellenzék vezére magyar nyelvű. Az egyik az Orbán Viktor Magyarországon, a másik pedig Izraelbe Tomi Lapid. Tomi Lapid akkor ellenzékben volt, és hát nagy beszédeket mondott, és egyébként Tomi köszöntötte Orbán Viktort, egy nagyon kiváló beszélgetés volt. A másik pedig az, amikor a King David Hotelbe összehoztuk a Benjamin Netanyahu és Orbán Viktor találkozóját, ahol Martonyi Jánossal ketten voltunk jelen. Egy nagyon érdekes beszélgetés volt. Netanyahu elmondta a középtávú vízióit. Vannak elképzelései. Miniszterelnökünknek tulajdonképpen úgy próbálta elmagyarázni, hogy Izrael az milyen. De ez a delegáció, akik közül többen akkor voltak először Izraelben, mert elnök urral többen jöttek, szóval mindenki tulajdonképpen azzal jött vissza, hogy ez az Izrael, ez milyen jó szervezet, milyen jó működő ország. Aztán még valami olyan mondat is elhangzott, hogy milyen szép lányok vannak Izraelben. Úgyhogy mindenki jól érezte magát. Én csak mosolyogtam az egészen. Én már nagyon jól tudtam, hogy Izrael az egy kellemes ország, sok mindenről szól, az emberekről, a világpolitikáról sajnos, a judaizmusról, a kereszténységről, hogy a Via Dolorosának az összes kövén végig megyünk. Emlékszem, Orbán Viktor elnök úr egyszer azt mondta, hogy János, az összes kőről nem kell elmondani mindent, úgyhogy akkor éreztem, hogy kicsit gyorsabban kell haladnunk. Hát egy kicsit nagyon gyorsan haladtál, nehéz volt követni. Volt egy nagyon érdekes találkozó, amit a politikának nem sikerült összehozni, de a véletlen úgy hozta, hogy sikerült. Éppen az ebédet töltöttük el a Knesset büféjébe, amikor én átmentem a mellettünk lévő asztalhoz, és arra kértem a miniszterelnök urat, hogy jöjjön és üdvözölje elnök urat, és Ariel Sharon megfogta a kis tálcát, és átjött hozzánk, és üdvözölte Orbán Viktort. Emlékszel még erre? Hát Ariel Sharon nagy magyar barát volt, Isten nyugosztalja, ami mögött, tehát ott van a két feleség, hiszen az első felesége. Tehát ő az történt, hogy miután az első felesége, aki brassói volt, meghalt, utána elvette a feleségnek a húgát. De hogy a zsidó halakha ezt megírja. Ez azt jelentette, hogy magyar világa volt körülvéve, leginkább a magyar ételeket szerette. Emlékszem rá, az olaszok adták az EU elnökséget, és mi akkor még tagjelöltek voltunk, és jött az olasz nagykövethez, Ariel Sharon, és ott az olasz nagykövet valahol intézett hátul a konyhába, vagy nem tudom, hogy hol, úgyhogy Sharont én köszöntöttem, és akkor mondta, ott volt mögöttem már több nagykövet, és mondta, hogy hát, uraim, azt kell tudni, hogy a legjobb ételeket a magyarok készítik. Már mindenki mosolygott, mert rájöttek. Közben az olasz nagykövet előre jött, és hallotta a végét, és akkor az olasz nagykövet, egy nagyon kiváló barátom, később olasz külügyminiszter is lett, a Terci, azt mondja, hogy hát, miniszterelnök úr, akkor most mindenből kétszer kell venni. Nagyon jó olasz ételeket ettünk, amit a nála dolgozó filippinó készítették, nagyon ügyesen, úgyhogy a pincérek figyeltek is, Ariel Sharon megette az első adagot, azonnal már hozták neki a másodikat, tehát mivel Ariel Sharon nem egy fogyókúrás ember volt, úgyhogy nagy élvezettel megette a nagyon kiváló étel, de azért a legjobb ételek azok a magyar ételek. Ugorjunk egy nagyon nagyot Szaúd-Arábiában nagykövet, vagy ez már majdnem olyan ez a beszélgetés, mint egy izraeli
televízió műsor, de hát mind a ketten, legalábbis én sokat néztem ezeket a műsorokat, Szaúd-Arábiában vagy Magyarország nagykövetek. Ott nem voltam Szaúd-Arábiában. Nem Szaúd-Arábiában, Kuvaitban, mindig összekeverem a kettőt, biztos nem véletlenül. Kuvaitban vagy nagykövet, és tudják a helyiek, hogy te szolgáltál Izraelbe is. Hát természetesen a kuvaitiaknak egy ilyen sajátos Izrael szakértője voltam, mert nagyon sok mindenben megkérdeztek a külügyminisztériumban, de nem voltam az egyedül ilyen, de hát emlékszem olyan kollégára Tel Avivból, aki egyből Teheránba került át. Szóval ez a diplomata, az mindenütt állja meg a helyét, a diplomata mindenütt tudja, hogy beszél, tehát nyilvánvalóan, hogy ismerje a viszonyokat. A diplomatának nem kell mindent elmondania, a diplomatának nem kell mindent kifecsegnie. A diplomatának tudnia kell, hogy ő az országának az érdekeit képviseli, de az egész mögött ott van egy valami egyetemes moralitás is, hogy a diplomaták úgy egészében segítik egymást, és én nagyon sok segítséget kaptam a világ legkülönbözőbb diplomatáitól. A lengyelekkel mindig mindenütt együttműködtem, és nagyon sok szlovákokkal nagyon jó együttműködés volt. Persze a szlovákoknak, én tudom, Tel Aviv mindig szék, nem volt székük, mindig mi adtuk a széket nekik, mert ők egy kis nagykövetség voltak. Tel Avivban az egyik legjobb barátom a csillai nagykövet asszony volt, akivel még közös magyar-csillai estet is rendeztünk, amit senki sem értette, hogy micsoda. Hát én hoztam Budapestről Maria Teresa Uribét, aki egy Budapesten élő csillai opera énekesnő. És akkor az egész úgy magyar-csillai est. Kuvaitból emlékszem a mongol nagykövetre, ő nagyon kedves barátom volt. A Kuvaitba a lengyel nagykövet, Janus Svedó kiválóan beszélt magyarul, és minden március 15-i ünnepi beszédet ő mondta. És ez mindenkinek nagyon tetszett. Törökországban az osztrák nagykövete volt a nagyon jóba. A Wolfgang egy burgenlandi fiú, valamit még magyarul is tudott. Nagyon jóban voltam ott is az olasz nagykövettel. Ők szomszédok voltak, meg a német nagykövet. Milyen volt az izraeli követtel a kapcsolatod? Az izraeli, hát akkor nem, akkor izraeli ügyvédi szinten volt, nem volt, de ismertem azokat a török diplomatákat. Hát aki nekem kollégám volt Izraelbe, aki a török nagyköve volt, a Sinirli Ólu, ő később első külügyminiszter helyettes lett, úgyhogy nekem, ő volt a Davutoğlu-nak a helyettes, úgyhogy nekem nyitott utam volt, és hát ő tényleg mindenben segített, aztán kérdeztem... Hát van még 6 percünk. Egy ilyen életút után mit csinálsz napjainkban? Hát tanítok az egyetemen, az nagyon fontos, a Károly Gáspár Egyetemen. Én tanítom a 16-18. Századi magyar és egyetemes történelmet. Ez jó visszatérés önmagamhoz, magyarázni a magyar múltnak a különféle érdekes korszakait, és természetesen bejelezni ezt egy európai politikába. A Károly Gáspár Egyetemnek van egy Benda Kálmán szakkollégiuma, ami egy olyasmi, mint az ötfős kollégium, ott én vagyok a történész műhely vezetője. Én felelek a Szigetvár melletti turbéki Szulajmán Szultán türbéjével kapcsolatos ásatásoknak a befejezéséért. Ezt az év végére elkészüljük a jelentésünket, és nagy megtiszteltetésbe részesültem, mert külügyminiszter úr fölkért, hogy én legyek a török népekkel való kapcsolattartásnak az utazó a nagykövete, úgyhogy éppen most kazakok, kirgizek, törökök, özbegek között kell lavíroznom, vagy jönnöm, mennem intézni. Tegnap például egy fantasztikus török koncert volt, azeri, kazak, török és kirgiz zenészek adtak a Dunapalotában egy fantasztikus koncertet, ahol a kortárs török, kazak, azeri, kirgiz zeneszerzőknek a munkáit is hallhattuk, ami fantasztikus volt, hiszen jó zeneszerzőik vannak, úgyhogy ezt tovább kell folytatni, és hát úgy gondolom, hogy Magyarországnak a keleti kapcsolatai
azok rendkívül fontosak, abban nagyon különleges tartalmak vannak, és ezek a tartalmak a mi önazatságtudatunkhoz is, a mi titkainkhoz, hogy most a különböző szavaknak az eredete hogy néz ki, különböző honfoglaláskori tárgyaknak az analógiáit hogy tudjuk megtalálni, ezek mind rejtélyek, ezek itt élnek velünk, de hát ez a térség a 21. században új helyzetbe került, tehát egy gazdaságilag prosperáló helyzetbe, vége van az orosz-szovjet elnyomásnak, egy új helyzet van, ezek az országok élhetik a maguk életét, és prosperálóak, főként azért, mert nagyon kemény nyersanyagok vannak, folyik az olaj, van gáz, van gyapot, és a nemzetközi politikai életnek érdekes és fontos részvevői, és a jó Isten megadta, hogy közülük többekkel már az életemben találkozhattam, az én generációhoz tartozó kazakok, kirgizek, azeriek, törökök érdekes pozíciókban vannak, és mindenki kedvelik a magyarokat. Érdekes ezeknek az országoknak a legképződései Izraelben, hisz azokkal már ott is találkoztál. Kedves nézőim, megpróbáltam bemutatni önöknek egy nagykövetet, aki 6 éven keresztül szolgált Tel Avivban, szolgálta a két nép barátságát, megpróbálta összehozni őket, és természetesen harcolt a Közel-Kelet, illetve a Kelet békéért is. Az elmúlt 33 percben dr. Hovári János nagykövet egyetemi tanár volt stúdiónk vendége. Köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és itt folytatjuk legközelebb.